A Nemzeti Filmintézet filmszakmai döntőbizottsága 290 millió forint támogatást szavazott meg a Kurták címmel készülő dokumentumfilm gyártására. Az idén 96 éves Kurták György napjaink legismertebb kortárs zeneszerzőinek, a világháború utáni avantgárd nemzedék kiváló képviselőinek egyike. 2015-ben költözött haza Franciaországból, azóta Budapesten él. Bár az időskorral járó fizikai korlátok egyre szűkebbre szabják mindennapjainak külső kereteit, belső szellemi élete továbbra is rendkívül gazdag. A film különleges feladatának gondolom, hogy Kurták messziről nézve sokszor bonyolult zenéjét közel hozza és megszerettesz a nézővel. Célunk, hogy emberi nézőpontból mutassuk meg az idős és őszinte embert, aki meri vállalni törékeny mi voltát a kamera előtt, ez a mély őszinteség adja a film gerincét. Egy ember, aki a zenében él, akit átragyog a zene szeretete. A film ugyanakkor arra is vállalkozik, hogy a film nyelvén közelítse meg Kurták műveit, egyfajta vizualitást teremtsen a művek köré. Vallja a forgatókönyvet is jegyző Nagy Dénes. Kurták életútja európai tájakon, életműve az európai zene és kultúrtörténet több mint 1000 évén vezet keresztül. A Gregoriántól a legfrissebb kortárs trendekig a művészi zene valamennyi korszaka és stílusirányzata érdekli és hatással van rá, de az európai és magyar irodalom, illetve képzőművészet is meghatározó élményforrást jelent számára. A Kurták Györgyről készülő nagyívőű dokumentumfilm Magyarország mellett számos, a zeneszerző életének más fontos helyszínére is elviszi a nézőt, mint például Romániában Lugosra, ahol született, és Herkulesfürdőre, ahol gyerekkora egy részét töltötte. A film a tervek szerint még Franciaországban, Svájcban, Hollandiában, Olaszországban és Izlandon is forog. Kurták mellett olyan zenei nagyságok szólalnak majd meg a filmben többek között, mint Víkingur Ólafsson, Thomas Adesz, Ötvös Péter, Rados Ferenc, Pierre Laren Aimard, Salvatore Sajarino, Barbara Hannigan, Benjamin Apple vagy Heinz Holliger, kiknek megismerése Kurták világának megértésén túl látleletet ad a klasszikus zenekultúra mai helyzetéről. A Kurták film írórendezője Nagy Dénes, a Berlinalén ezüst medvedíjas rendező, producere Ugrin Julianna, aki számos nagy sikerű alkotást jegyez, és az Egy nő fogságban című filmért a legjobb dokumentumfilm díjára jelölte az Európai Filmakadémia. A készülő film operatőre Dobos Tamás, zenei szakmai tanácsadója Fazekas Gergely zenetörténész. A Kurták film a Budapest Music Centerrel együttműködésben készül, és a tervek szerint 2024-ben lesz látható.